A Nemzetközi Folklór Hagyományok Fesztiváljának támogató levele, amit a Nemzetközi Tanács és a Szerbiai Folklór Fesztiválok és Népművészetek Szervezete hagy jóvá, idén megérkezett a Gyidó Kultúrkör Becsej Folk Fest fesztiváljára is. A Szerb Köztársaság Bizottsága az UNESCO-val együttműködve úgy döntött, hogy támogatja Szerbia nemzetközi folklór fesztiváljait. A CIOF Népi Fesztiválok és Népművészeti Szervezetek Nemzetközi Tanácsa keretében, amely az UNESCO hivatalos partnere 2019-től 2021-ig. Fesztiválunk idén, amellett, hogy a CIOF logóját viseli, viseli majd az UNESCO logóját is. A jövőben az lesz a kötelességünk, hogy a fesztivál az UNESCO jegyében tartsuk meg. Nagyon reméljük, hogy ez pozitívan hat majd a jövőbeni munkánkra, és nagyobb támogatásban is bízhatunk helyi szinten, de tartományi és köztársasági szinten is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen fesztivált megszervezzünk, amelyen 10 ország képviselteti magát, ebből 4 országot vendégül is kell látnunk, elszállásolással és étkeztetéssel 4 napon keresztül. A fesztivál 4-5 napos lesz, 500-600 résztvevővel. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de reméljük, hogy ezzel a támogatással könnyebben tudjuk majd kivitelezni. Emlékeztetünk arra, hogy a Becsej Folk Fest benne van a világ CIOF naptárában, és elérhető a világ minden részéről az összes néptánc együttes számára. Így az elkövetkező években várható lesz a külföldi csoportok nagyobb érdeklődése a fesztiválunkon való részvétel iránt. Fesztiválunkat minden évben ugyanabban az időben szervezzük. Augusztus 13-án kezdődik és augusztus 15-éig tart. 16-án lesz a záró rendezvény. Házigazdái leszünk Egyiptomnak, Grúziának, Oroszországnak és Szlovéniának. Ők 4 napon keresztül lesznek Óbecsén elszállásolva, étkeztetéssel és a koncertek után baráti esteket szervezünk számukra. Ezen kívül a fesztiválra várjuk Mexikó, Spanyol Magyarország és Franciaország néptánc együtteseit. Továbbá várjuk a magyarországi testvérvárosunk vagy Szekszárd együttesét. Ez még nem lett eldöntve, hogy melyik jön majd. Még pontosan nincs meg, hogy honnan hányan jönnek, de ez az, amit eddig nagy vonalakban tudunk. A Gyidó Kultúrkör, amely mintegy 50 különböző tevékenységet folytat, az év folyamán intenzíven dolgozik a szervezéseken, és azon, hogy tagjai jelen legyenek számos esemény színpadán, úgy Szerbiában, mint világszerte. Mi már holnap indulunk Bulgáriába egy fesztiválra, már hagyományosan harmadik alkalommal. Szuncsev Brégre megyünk, ami nagyon szép és egy szépen megszervezett fesztivál. Ezen kívül Nesebára is megyünk, amiről már bizonyosan hallottak. Egy rendkívül szép régi város. És itt minden évben nagyon jól érezzük magunkat és nagyon örülünk neki. Amikor a turnéról visszatérünk, akkor július 6-án a Kulai Fesztiválon vendégszerepelünk majd, ahol tudomásom szerint 7-8 hazai néptánc együttes lép fel. Július 19-én Focsára utazunk. Itt 3 napot töltünk el a Nemzetközi Folklór Fesztiválon, majd egy az Óbecsei Fesztiválhoz hasonló Nemzetközi Folklór Fesztiválra utazunk Csácsákra, ahol Szerbia képviseletében 2 napot töltünk el. Július végén, augusztus elején egy érdekes turnénk lesz, egy nagy turné, amiről még sajnos nincsenek pontos információink, de mihelyt kikristályosodik, tájékoztatni fogjuk Önöket is. Júniusi Varázslat elnevezésű rendezvényt szerdán tartották meg az Óbecsei Színházban. A Labut Pejovics iskoláskor előtti intézmény kreatív csoportja már 9. éve szervezi meg a legkisebbek szórakoztató fellépését. A korábbi évektől eltérően, amikor a varázslatot egy év alatt többször is megtartották, az idei évtől kezdve újdonságokat vezettek be, mind a rendezvény számát, mind pedig az esemény humanitárius jellegét tekintve. A Varázslat a Labut Pejovics iskoláskor előtti intézmény kreatív csoportjának szerzői megnyilvánulása. Ez már 9 éve létezik. Idéntől a tavaszi varázslatot valahol áprilisban úgymond átdolgoztuk, az iskoláskor előtti gyermekek zenei fesztiváljává, mert szerettük volna a rendezvényünket kicsit magasabb szintre emelni. Ezt a júniusi rendezvényt meghagytuk az eredeti formában. A belépődíj önkéntes adomány, a befolyt pénzeszköz pedig a további munkánk előbbvitelére fordítjuk, oktatási nevelési eszközök vásárlására.
Hat nevelési csoport Ubecse község több óvodájából ritmikai műsorszámmal és előadással mutatkozott be, az óvónőik vezetésével. A fellépés előtt megkérdeztük a kisművészektől, hogy mennyire volt nehéz felkészülni a fellépésre. Én narrátor vagyok az egyik előadásban. Egyáltalán nem volt nehéz megtanulni az egész szöveget. Én pincért alakítok, sokat gyakoroltam otthon, és egy másik előadásra is készülök. Egyáltalán nem volt nehéz, bár sokat gyakoroltunk, de nem volt nehéz. Én Levendula szerepében lépek fel. Azt gondolom, hogy anyukám, apukám és a testvérem jönnek el majd megnézni engem. Én csak az óvodában gyakoroltam az előadásra. Nehéz volt? Nem nagyon. Bácson léptünk fel, és a színházban. Milyen volt az ottani előadáson? Szép volt. Én Moly Pillét alakítok, és nagyon jól érzem magam a szerepemben és az előadáson. Bácson szerepeltünk, és nem is tudom, hogy hol még, és ez most az utolsó fellépésünk. Nem volt különösen nehéz megtanulni a teljes szöveget. Az óvónő megtanította nekünk, hogy mindannyian tudjuk, és hogy ne legyen problémánk, és azt is, hogy jók legyünk és okosak. A legfiatalabb óbecseiek rendezvénye remek alkalom volt arra, hogy a szülők és rokonok meggyőződhessenek óvodásaik és bölcsödéseik munkájának és törekvésének eredményéről, valamint az óvónők odaadó munkájának eredményéről, akik ezekkel a fellépésekkel több fesztiválon is vendégszerepeltek már. A rendezvény célja a szülőkkel való együttműködés, valamint az, hogy azok az óvónők, akik a gyerekekkel készültek erre az eseményre, bemutathassák az intézményen kívül is munkájuk eredményét. Továbbá, hogy azok a szülők, akiknek nem volt lehetősége látni a műsort Óbecsén kívül, most bemutassuk ezen a rendezvényen keresztül, hogy mit tanultak meg, és hogyan dolgoztak az óvónők és a gyerekek. A júniusi varázslat közönsége nagyon büszke volt a kis színészekre, a műsor résztvevőire. Óriási tapssal jutalmazták őket, aminek a legfiatalabb tehetségek nagyon örültek, mert a taps számukra különös jelentőséggel bír. Erről tanúskodott az elégedett mosoly az arcukon. A hálózaton folyó tervezett szerelési munkálatok miatt a jövő héten hétfőtől péntekig, azaz június 24-től június 28-áig Óbecse egyes utcáiban szünetel az áramszolgáltatás. 8-tól 14 óráig nem lesz áram, a május 1-e utcában a Dózsa-György utcától a Cvéta-Gávrics utcáig. A Dimitrije Tucovics utcában a Május 1-e utcától a Pionér utcáig, a Pionér utcában a Táncsics Mihály utcától a Dimitrije Tucovics utcáig, valamint a Cvéta Gávrics utcában.